Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk! Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Jó estét! Köszönöm szépen, nagyon kedvesek, sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a stúdióban, és természetesen odahaza a készülékek előtt is. Kezdődik a show, aminek a címét továbbra se szeretem, de ez most már így marad, és ma is rengeteget fogunk nevetni, és ki fog lukadni a gyomrunk az idegességtől, jó? Ezt a kettőt tudom ígérni, vágjunk bele. Első témánk, mi is lehetne más, mint az a bizonyos május 8-ai tüntetés. Gondolom, Önök is figyelemmel kísérték, itt is, meg otthon is a képernyők előtt, mindazt, ami azon a napon történt, és azon a napon történt rettenetesen mulatságos dolog is, meg történt vérlázító is. Azt javaslom, hogy először nézzük meg a mulatságos részét. Aki alkoholozott, meg ivott, mindenezett, stb. Stb. Az menjen el a térről most. Ricsike, húzzál a p***ba, légy szíves! Mehet a zene! Induljon a szabadság! Gyereket nem zondáztatják meg! Gyere ki! Egy menetre! Na gyere! Lejátszunk! Egy pofonra jöhetne. Meg egy rugásra. De személy kitán! A tököd golyójába vízipólóznák, Próbálom szétszálazni, jó? Azt, amit láttunk itt első körben. Ugye az első részben ezek azok voltak, ez a ligetvédők kemény magja, ez a rasztafejű csávó, akik már előző este odamentek a térre, és ott töltötték az éjszakát, és hát abból lehet tudni, hogy az éjszaka minden valószínűség szerint remekül telt, hogy ugye bár amikor jönnek a rendőrök hajnalba, hogy kivigyék őket a térről, akkor az egyikük bemondja a mikrofonba ezt a kis felhívást, hogy gyerekek, aki ivott, meg ezt, meg azt csinált, az most hagyja el a teret. Ricsike, te menj a p***ba. Varázslatos. Tehát ebben úgy minden benne van. Majd elkezdenek rohangálni körbe-körbe, valószínűleg még mindig a cucc hatása alatt. Ugye, ahogy rohangálnak, az leginkább arra hasonlít, nem tudom, láttak-e, már biztos lát, anyák napján biztos voltak már óvodába. Óvodában, különösen kis csoportban vannak ilyen pillanatok, amikor egy ilyen tömegpszichózis fut át a gyerekcsoporton, és egyszerre az összes elkezdi magát produkálni. Össze-vissza rohangál, grimaszokat vág, kinyújtja a nyelvét, és akkor jön az óvónéni, és néhány határozott, kedves szóval helyre teszi őket. Na, ennyi a különbség a Ricsikéjék, meg az óvoda kis csoportja között, hogy az ovisokat az óvónéni még helyre tudja tenni, Ricsikéjéket már nem. Ők náluk valahogy elmulasztódott az a pillanat gyerekkorban, amikor még néhány jól irányzott mondattal, vagy uram, bocsánat, jól irányzott büdös nagy pofonnal helyre lehetett volna őket tenni. Ami Ricsikéjék után következett, ugye ezek a matrónák, hogy más ne mondjak, mondhatnék büdös bunkó lumpenprolit is, pont annyira közel járnék az igazsághoz. Tehát nincs megkapó bannál, mint amikor egy ilyen nagymamakorú öregasszony teljesen értelmetlenül és ok nélkül azt ordítja egy rendőrnek, hogy vízipólózni fogok a tököd golyójával. Ugye önmagában érdekes képzavar. Tehát marha bonyolult valakinek a tökével vízipólózni. Különösen, hogyha valaki 70 pluszos nagymama. De ha ezt zárójelbe is tesszük, a képet magát, ami azért önmagáért beszél, az a tény,
hogy ezekkel a szerencsétlen rendőrökkel, akik senkit nem bántanak, se egy rossz szavuk nincs, még csak nem is néznek csúnyán. De ezek a barmok, ez is egy tömegpszichózis, a tömegpszichózis részeként, ha éppen nincs kibe belekötni, akkor elkezdenek a rendőrökkel kötekedni, méghozzá valami egészen leírhatatlan és penetráns módon. Na, eddig volt a mondjuk úgy viccesebbik része, ha megengedik, akkor most jön a vérlázító része, ugyanis most meg fogjuk nézni azokat a képsorokat, amelyek akkor készültek, amikor elhagyja a parlament épületét három református pap, tiszteletes. Az egyikük ráadásul egy 75 éves idős úr, egy egyetemi tanár. Most akkor megnézzük, hogy velük mi történik, és hogy velük hogyan viselkedik a csőcselék. Itt már azért az embernek kevésbé van kedve nevetni. Ugye itt azt látjuk, a rendőrsorfal mögött van a három református tiszteletes úr, akiket a rendőröknek kell kikísérni az ott várakozó taxihoz, hogy egyáltalán el tudják hagyni a helyszínt, mert semmilyen illúziónk ne legyen, tisztelt hölgyek, urak. Ha nem lennének ott a rendőrök, ezek az állatok minden valószínűség szerint meg is lincselték volna őket. Azt se tudják, hogy kik ezek. Nem, semmit nem tudnak. Annyit tudnak, hogy most jöttek ki a parlamentből, és ez pont elég. Ráadásul az egyiken Bocskai volt, ez gondolom különösen vörös posztó volt. Az a rettenetes ebben, hogy azon túl még egyszer mondom, hogy ez egy lincselésre kész, igazi tőről metszett csőcselék. Ez az örök csőcselék. És tegnap előtt egy ilyen igazi, vérbalos újságíró kollega, bizonyos Jámbor András egy hosszú cikket írt erről az egész jelenet sorról, amelyben azt fejtegeti, hogy az ő szolidaritása és szimpátiája nem a megtámadott református papoké, hanem a csőcseléki. Ez is a címe, hogy én a csürhével vagyok, ez a címe az írásának, és akkor leírja, hogy mert a fogatlan asszony, annak is van egy élete, meg egy világlátása, és azt ugyanolyan tiszteletben kell tartani, mint a református tiszteletesekét. Ennek a látványnak a kapcsán egy újságíró, aki magát természetesen értelmiséginek nevezi és gondolja, ezt képes leírni. És akkor tegyük helyre ezt a dolgot, tisztelt hölgyek, urak. Ugyanis az a helyzet, hogy a történelem mindig ismétli önmagát, ezt tudjuk, és a történelemben van néhány állandó szereplő. A legállandóbb és legörökebb szereplője a történelemnek a csőcselék. És akiket most itt láttunk, akik készek lettek volna, három református tiszteletes, de egyébként de bárkit, aki aznap kijött a parlamentből meglincselni, ezek ugyanazok, akik ott voltak Párizsban, amikor a guillotine szünet nélkül működött az emelvényen, és ott hersegve dagonyáztak a vérben és a húsban, és követelték az újabb és újabb halált. Ez ugyanaz a csőcselék, aki ott volt Jekatyerinburgban, az Ipatyev ház pincéjében, mikor oda levitték a cári családot, és agyonlőtték egy hajnalon.
És amikor a sortűztől nem halt meg a három leánygyermek, akkor őket utóbb puskatussal agyonverték, majd valahol az erdő szélén elásták a tetemeiket. Ez is ugyanez a csőcselék volt. Aztán ugyanez a csőcselék járt a Tanácsköztársaság idején, mint Lenin fiú, mint Lenin különítményes, mint Samueli legény, mondjuk Budapest utcáin, és lőtte bele a Dunába Hollán Sándort és a fiát, ifjabb Hollán Sándort, hogy miért? Csak. Valószínűleg, mert bocskaiba voltak. Ez az örök csőcselék. Aztán ezek követelték, hogy Pócs Petribe akasszák föl a papot, ezek járták ávós egyenruhában a padlásokat, és hurcolták el az embereket internáló táborba. Előtte meg egyébként ugyanezek voltak, akik nyilas keresztes egyenruhában. Ez soha nem változik. Ez a történelem állandója. Ezzel persze együtt lehet élni, csak azzal nem lehet együtt élni, hogy vannak, nem is kevesen, magukat értelmiséginek becézgető gazemberek, akik leírják, hogy ez helyes és rendben van. És hogy ők ezekkel vannak, és ezekkel vállalnak szolidaritást. Ameddig ez így van, nekünk addig kell tudni, hogy nem lehet szóba állni velük. Nincs beszéd, nincs párbeszéd, és leginkább nincs kiegyezés, mert ezekkel nem lehetséges. A vérünket akarják ugyanis. No, hogyha ezen túl vagyunk, akkor egy kicsit megint kacarásszunk, már ha van kedvünk. Nem tudom, tudják-e, hogy jó Istennek legyen hála, listáról egy igazi liberális is bejutott a parlamentbe, úgyhogy a következő 4 évben sem leszünk liberálisok nélkül. Nevezett kedves liberálisunk Bősz Anett, Fodor Gabi pártjából, aki jó Isten se tudja, ki melyik lista, MSZP, vagy valaki adott neki egy helyet, becsusszant a parlamentbe, és gondolta, hogy bele is húz mindjárt a melóba, úgyhogy a következő ötlettel állt elő, 888 írta meg. Szóval anyaforradalom, ezt találta ki Bősz Anett, és a Facebook oldalán egy képet osztott meg, amin az áll, hogy az anyuka szó helyett inkább a keresztnevet kellene használni. Ugyanis, ahogy írja a bejegyzésében, ő részt vesz az úgynevezett anyaforradalomban, és a szülés után is a keresztnevét használja, és kifejezetten felháborítónak találná, ha valaki azt mondja rá, hogy anyuka. Mert ne anyukázzunk, meg mamázzunk itt, hát hiszen az csorbítja a nők jogait. Szülünk egy gyereket, és a gyerekünk ezután is hívjon minket a nevünkön. És akkor nekem meg is lódult a fantáziám rögtön, ugyanis ha elfogadjuk Bősz Anett remek ötletét, szerintem ki kéne terjeszteni visszamenőlegesen is, mert hát az ősidőkben ilyen mindenféle földhöz ragadt konzervatív szörnyetegek, például magyar költők mindenféle hülye verset írtak az anyjukhoz, aminek így még a jelentés tartalma is teljesen beszűkül, nem? Hát gondoljunk csak ugye József Attilára. József Attila mama. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Meg-megállva, nyikorgó kosárral a kezében, ment a padlásra, ment serényen. Hát mennyivel jobban hangoznék ez a költemény úgy, hogy már egy hete csak Borbálára gondolok. Mindig meg-megállva, nyikorgó kosára, stb. Ugye ez a Borbálam, az ő mamáját Pőce Borbálának hívták, ez a Borbála, hogy kinyitná a teret a gondolkodásban. De a kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Ez úgy sárba rántja a verset. De ha azt írta volna a költő, hogy 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, Bori. Ugye, hogy az egésznek lesz egy ilyen kis pikáns mellékzöngéje. Hát még a vége. És a gyermeknek kél káromkodni kedve, nem hallod, mama szólj rám. Ez olyan párvenű. Az embernek kél káromkodni kedve, nem hallod, Bori, szólj rám.
kinyílnak, határtalanná válik az értelmezés. De ott van még ez a hülye Petőfi. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Hát mennyire együgyű, de bezzeg ugye Hrúz Mária. Tehát akkor írjuk át. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott marám. Már csak a rím kedvéért egy kicsit kifacsarjuk a marit, marám, de így jó, nem? És különösen a vége. És kis szobába toppa, és röpült felé marám, és én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Hát egész más. És rögtön el lehet adni szerelmes versnek is. Na, azért öröm ez, hogy benn van a Bősz Anett a parlamentben, nem? Szegényebbek lennénk Anett nélkül. De egyébként, hogy nehogy azt higgyük, hogy Bősz Anett az egyetlen komplet hülye a világban, hát de szó nincs róla, hoztam külföldről is hírecskét. Az interneten egy közgazdász állt elő a következő ötlettel, ezt komolyan háromszor elolvastam, mert nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Tehát, mondom a hír, ez természetesen a 444.hu írta meg, de lelkendezve, hogy hát azért, na, végre valami normális vita is zajlik ebben a bolond világban. Közgazdász kollega azt írja, hogy egy ismert közgazdász blog bejegyzéséből indult a vita, majd a nemi erőszaktól a szexrobotokon át a női önrendelkezés kérdését érintő komoly vita lett az amerikai sajtóban abból a felvetésből, hogy vajon a frusztrált férfiak kevésbé lennének-e frusztráltak, ha alanyi jogon járna nekik a szex. Emberek, most azt hiszik, hogy viccelek, most itt kacagnak, kacag, ez komoly dolog. Ez teljesen komoly dolog. Egy Robin Hanson nevű közgazdász, aki ráadásul egy egyetemen tanít, mert a Bősz Anett legalább nem tanít egyetemen, de itt vannak egészen hülyék, akik egyetemen tanítanak. És ő azt boncolgatja, hogy nagyon kevés figyelem jut a szexuális egyenlőtlenségekre, azaz, hogy vannak emberek, akik kevesebbet szexelnek másoknál, és emiatt el lehet gondolkodni a szexuális újraelosztás bizonyos formáját. Tudom, hogy azt hiszik, hogy az egészet én találom ki, pedig nem. Tehát a szexuális újraelosztás formáin, tehát magyarul, ugyebár önök is jártak iskolába nyilván, ugye minden iskolában, meg minden osztályban van valaki, aki hát úgy kevésbé jó sikerült, és nem szokott leizzadni a hölgy válaszon. Hát, van ilyen, vannak a jó pasik, meg a jó csajok, meg vannak a kevésbé jó pasik, meg a kevésbé jó csajok. Az élet ilyen. Na most a közgazdászunk szerint az a megoldás, hogy mostantól, mondjuk én visszagondolok a gimis éveimre, ahány csajom volt, annak a felét mindig oda kellett volna adnom, a csúnyább fiúknak, hogy hát nekik is legyen jó, vagy nehogy frusztráltak legyenek. Az egy érdekes és pikáns kérdés, hogy a lányok mit szóltak volna ehhez, de hát ez, nyilván ezt is meg lehet oldani. Na, emberek, szóval ez egy egyetemi tanár, még egyszer mondom. Tehát ma eljutottunk odáig, hogy hál' Istennek a történelem konstans szereplője, a vérszomjas lumpenproletár megint felbukkant. Itt vannak a liberálisok, akik szerint az anya és a mama az teljesen idejét múlt, ezentúl anyukánkat a nevén kell szólítani, és Amerikában is van egy liberális idióta, aki szerint pedig, hát meg kell osztozni, szét kell osztani a szexet, mert nehogy már az Alain Delonnak miért van több nője, mint a gyenge Árpádnak, ugye? Ez egy marhaság, ezen változtatni kell, és az Alain Delon nőinek a felét át kell egyszerűen adni az Árpi bácsinak, és akkor mindenki happy lesz. És hogy tudjam ezt fokozni, befejezésképpen kalandozzunk el Németországba is, ugyanis ott egy zöldpárti képviselő, bizonyos Robert Habeck pedig egyenesen azt jelentette ki, hogy olyan, hogy nép nem létezik.
Most itt ültök mi, eddig azt hittétek, ti vagytok a nép, mi? Kis bogaraim. Egyébként szólni kéne a Kossuth téren tüntetőknek is, akik azt sikoltozzák, hogy ők a nép, hogy ez egy teljesen túlhaladott ügy. Ők nem léteznek, ugyanis megmondta Robert Habeck, hogy a nép az nem létezik. Habeck az Inform című internetes lapnak nyilatkozott, arra a kérdésre, hogy létezik-e olyan, hogy népárulás, magyarul inkább nemzetárulás, azt felelte. Ez egy náci kifejezés, ugyanis nem létezik nép, így nem beszélhetünk arról sem, hogy elárulják a népet. Köszönjük szépen, okosabbak lettünk megint. Valószínűleg Habecknek nyilván mamája sincs, egy pávián orgián találták őt, pávia orgia után, és mivel nép nem létezik, hát nyilván ő aztán ebből következően nyilván nem tagja a nem létező német népnek, hanem ő egy fehérje halmaz, ami megtanult beszélni. Nagyjából így tudjuk összefoglalni a tudomány mai állását. Csodálatos, hogy itt voltak, megint sokat tanultunk mindannyian. Önöknek köszönöm a részvételt, a többiek pedig nagyon messzire ne menjenek a képernyők elől, ugyanis rövid szünet után jövünk vissza Rogán Antallal. Folytatjuk az adást, vendégem a stúdióban Rogán Antal, a miniszterelnök kabinet főnöke. Jó estét, szervusz! Jó estét! A új parlament megalakulásának napjára, immáron harmadik alkalomra hirdetett az ellenzék tüntetést a parlament elé. Ne menjünk végig a eddigi tüntetések fejlődés vonalán. Volt az első, az viszonylag komoly tömeg volt. Itt ezen estére 2-3 ezer ember gyűlt már csak össze. De nem is ez a lényeg, hanem történt ott valami napközben, ami egészen hátborzongató látvány volt. Nevezetesen az, amikor ennek a tömegnek egy része kivetkőzve minden emberi mi voltából a parlamentből távozó 3 református tiszteletest. Hát te szépítsük a dolgot, megtámadott. És ne szépítsük a dolgot, ha nincsenek ott a rendőrök, akkor valószínűleg itt nagyon súlyos atrocitás történt volna. Ami az, hogy egy tömegben van egy ilyen lelkületű rész, erre már az első részben is utaltam erre, ez a történelem állandója, ez a konstans. Ezen talán azon, hogy az ember feláborodik, meg megborzong, ezen nincs is mit magyarázni. Azon viszont annál inkább van, hogy eleddig egyetlen egy ellenzéki párt sem akadt, aki elhatárolódott ettől. Sőt, egyetlen egy ellenzéki megmondó ember sem akadt, aki elhatárolódott ettől. Ezt gondolják, hogy ez a jövő útja? Szerintem ennek van egy nagyon egyszerű és érthető oka. Mert ha belegondolsz, és én meg is értem azoknak az embereknek egy jó részét, akik mondjuk főleg az előző tüntetéseken ott voltak, mert ők csalódottak. Tehát egyszerűen az a helyzet, hogy nem tudják elfogadni a választási vereséget. Ez egy érthető dolog. Az országban sokkal többen vannak, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak, mint egyébként bármelyik politikai párttal azok közül, akik ott ülnek a parlamentben, és ha belegondolsz, akkor ezeknek az embereknek egy jó része valójában az ellenzéki pártokban csalódott jelentős részben, és az ellenzéki pártok, meg a mögöttük meglévő médiumok, akik egyébként pontosan ugyanazt csinálták a kampányban, mint amit az ellenzéki pártok, sőt, ha lehet, még inkább azt csinálták, és szerintem ők is okai voltak annak, hogy mi megnyertük, az ellenzéki pártok pedig elveszítették a választásokat. Most ezek természetesen nem magukba fogják megtalálni a hibát, és nem azért nem ítélik el azt, amit el kellene ítélni,
ami tűrhetetlen, meg ami megbocsáthatatlan, mert egyházi embereket, egyházi vezetőket inzultálni azért, amiért egy nemzeti ünnepszerű eseményről, a parlament alakulőléséről elmennek, az azt gondolom tényleg tűrhetetlen, megbocsáthatatlan, elfogadhatatlan. A református egyház, meg a történelmi egyházak vezetői akkor is ott voltak a parlament alakulőülésén, amikor éppen az MSZP meg az SZDSZ volt többségben, mert tudták, hogy ez a dolguk, az a kötelességük, hogyha meghívják őket, akkor egyébként elmenjenek. Lehet, hogy most jobban érezték magukat, akkor meg rosszabbul, de attól még az volt a kötelességük, és egyébként eljöttek, elmentek, és megtisztelték mindig a parlament alakulőülését a jelenlétükkel. Valójában az a düh meg harag az ellenzéki pártok ellen irányul, de az ellenzéki pártok azt gondolom, szándékosan hergelik ezeket az embereket, pontosan azért, hogy ne róluk legyen szó, ne az ő hibáikról legyen szó, mert megnézed, akkor mi zajlott? Valójában a parlament előtt azt követelték, hogy ne legyen parlamenti alakuló ülés, mindenki adja vissza a mandátumát, az ellenzéki pártok pedig besúgyogtak a parlament ülésére, és nagy büszkén egyébként átvették a mandátumaikat, mert azt már a választás során is elmondtuk, hogy nekik aztán a pénz és a hatalom az mindennél fontosabb. Igen, egyfelől. Egy kicsit még kurkásznék itt a úgynevezett értelmiség felelősségében. Teljesen nyilvánvaló, és örülök is, hogy kimondtad, hogy az ellenzéki pártok és a hozzájuk tartozó ilyen-olyan értelmiségi csoportosulások kifejezetten hergelik ezt a tömeget. És egyre nyilvánvalóbb és egyre több jele mutatkozik annak, hogy egyáltalán nem lenne kedvük ellen való, hogyha valami súlyosabb erőszak vagy atrocitás történne. Ez önmagában felfoghatatlan az én számomra, de egyetlen egy cikk jelent meg ennek a konkrét esetnek a kapcsán, ezt egy odatartozó, a baloldali liberális holdudvarba tartozó Jámbor András nevezetű újságíró írta, aki viszont egyenesen leírta azt, hogy nem a megtámadott református papokkal érez szolidaritást, hanem azokkal, ahogy ő fogalmaz, a fogatlan öregasszonyokkal, akiknek van egy életük, meg egy világlátásuk, ami tiszteletet érdemel, és ő azokkal vállal szolidaritást. Ez is az írásának a címe, hogy én a csürhével vagyok. Azért ilyet utoljára az 50-es években engedtek meg maguknak a szabad népbe emberek. Én senkiről nem fogalmaznék így először is. Tehát ez mindenkire nézve dehonestáló. Nekem ezt ő az írja. Igen, tudom, azért is mondom. Tehát ez az ő szóhasználatában is dehonestáló. Nekem az a véleményem, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyébként a saját világlátását az képviselje, elmondja addig, amíg ezekkel a másik szabadságát nem sérti. Mert szemben azokkal, akik úgy gondolják, hogy a szabadság az arról szól, hogy akkor mindent lehet csinálni, az én gondolkodásom, sőt a mi politikai közösség gondolkodása az arról szól, hogy a szabadság az felelősség is egyben. Mert addig vagy szabad, amíg a másik ember szabadságát is tiszteletben tartod. Hogyha azt már nem tartod tiszteletben, akkor a te szabadságod rovására is megy. És ebben az esetben az igenis elvárható lenne, hogy persze, mindenki demonstráljon, mondja el a véleményét, képviselje az értékeit, addig, amíg egyébként a törvényeket tiszteletben tartja. Ezen túlmenő lépéseket én azt gondolom nem lehet csinálni egy demokráciában. Mert a választások azok arra valók, hogy a kérdéseket erre vagy arra egyébként eldöntsük. És szerintem a választók nagyon világosan döntöttek. Tudom, hogy ez iszonyatosan fáj azoknak, akik ott üldögélnek a túloldalon, mert ők hittek egy magas választási részvételben, az is lett. Csak a végeredménye nem az lett, amire ők gondoltak. Mert magas választási részvétel mellett a Fidesz és a KDNP minden idők a legjobb választási eredményét ért el egyébként. Tehát gyakorlatilag szinte még soha nem szavaztak ránk ennyien, hogyha így nézzük, és azt meg hozzátenném, hogy ilyen magas választási részvétel mellett ilyen sikeresen még soha nem szerepeltünk, és azt is tegyük hozzá, hogy végül is az tény és való, hogy a Fidesz és a KDNP egymaga több szavazatot kapott, mint az összes többi a parlamentbe bejutott ellenzéki párt együttesen. Együttesen is kevesebb szavazatot kaptak. No, csak egy mondat erejéig, hiszen mi nem beszéltünk így nyilvánosan a választások óta. Igen, az a helyzet, hogy a választások előtt Fideszen belül is zajlottak találgatások, beszélgetések, elemzések. Gyakran elhangzott, hogy bizonyos részvételi arány fölött már akár baj is lehet, meg nem tudjuk, hogy a bizonytalanokkal mi van. Ehhez képest megjelent 4-500 ezer ember, akitről senki nem tudott semmit,
Szépen felöltözött, elment és leszavazott ránk. Kik ők, Tóni? Honnan kerültek elő? Ezt innen lehet látni, hogy egy választáson mindig a nép dönt. Tehát lehet mindenféle politikai mérnöki tudomány, lehet így mérni, úgy mérni, ez ennek jó, az annak jó, de az ológusokról ilyenkor kiderül, hogy a tudományuk az rendszerint csődöt mond. Ez most ebben az esetben is így történt, és ennek nagyon egyszerű oka van szerintem. Ugye 650 ezerrel kaptunk több szavazatot, és ez azt bizonyította be, hogy az a téma, amit mi egyébként mondtunk, és mondtuk, hogy ennek van jelentősége, higgyék el, az ország szempontjából a bevándorlás kérdésének, a nemzeti identitás kérdésének óriási jelentősége van, mert ezt az emberek így gondolják, nem volt véletlen, hogy a konzultációban is, főleg az utolsó kettőben egyre többen és egyre nagyobb mértékben vettek részt, az emberek így gondolták, eljöttek, és egyébként leadták ebben az ügyben a voksukat. Tehát itt témaválasztás is történt, nem csak pártválasztás. Tehát az emberek kijelölték azt, hogy mit éreznek fontosnak. Mi nem véletlenül mondtuk azt a választás után, hogy a választók azok a következő időszak legfontosabb politikai céljait is kijelölték a mi számunkra, világosan és egyértelműen azért a célok azok nem változhatnak meg. És ezek között a célok között első helyen ott van a keresztény kultúrának a megőrzése, az ország határainak, a nemzeti identitásnak a megvédelmezése, és természetesen az, amit a gazdaságban, meg a politikában egyébként képviseltünk, teljes foglalkoztatottság, családok, gyermekvállalás támogatása a bevándorlás helyett, meg értelemszerűen a pénzügyi stabilitás, amit az emberek elvárnak azért, hogy az ő dolgaik is rendben tudjanak menni. Ugye ezt miniszterelnök úr tegnap úgy fogalmazta meg, van mögöttünk 8 év teljesítménye, senki nem kívánhat rosszabb 8 évet az országnak, mint ami mögöttünk volt, és ezt valóban a választók is így gondolták. Tehát ezért minden, amit előtte elmondtak kritikaként, az mind zárójelbe került, mert azt gondolom, most tényleg megvolt a lehetőség arra, hogy mindenki elmenjen szavazni, és ide el is mentek. Tehát városokban, kis településeken, mindenhol. Én azt gondolom, hogy olyan ember ebben az országban, aki el akart menni szavazni, el akarta mondani a véleményét, és azt nem tette meg, vagy nem tehette meg, olyan most nem volt. Ez tényleg egy példátlanul magas választási részvétel mellett egy olyan választás volt, ahol azt gondolom, hogy az emberek egyértelműen meghozták a döntéseiket, és mindenki letette a voksát ide vagy oda. És persze nekünk mindenféle véleményt tiszteletben kell tartani, de a döntés az egyértelmű volt. Tehát ennél világosabb, egyértelmű felhatalmazást, hát gondolj bele, hogy is volt, 1994-ben az MSZP a szavazatok 33%-ával szerezte meg a parlamenti mandátumoknak a kb. 55%-át. 33%-a van. Mi most az összes szavazatnak majdnem az 50%-át szereztük meg. Hát 49-99-99, így van. És még a parlamenti mandátum arány nem mutat akkora eltérés, mint a 94-es választás. Hát ez egy olyan választási rendszerben, mint ami például Angliában van, hogy gyakorlatilag 85%-os parlamenti többséget jelentene. Tehát ha most Angliában lettünk volna, akkor 85%-os többségünk lenne a parlamentben. Ez a legrégebbi demokrácia. És egyébként ha Amerikában lennénk, akkor is nagyjából ugyanez lenne a helyzet, mert ott is tiszta egyéni választókerületi választás van. Az imént már megfogalmaztad, hogy a ellenzék ugye nem hajlandó és nem képes elfogadni a választás eredményét. Ez várható volt. A vereséget nem fogadják. Hidd el, ha ez a választás eredménye csak egy hajszállal, de másként alakul, akkor a demokrácia ünnepét, most az arról szólna minden, hogy a demokrácia ünnepét üljük. Nem az eredménnyel van a bajuk, hanem azzal, hogy ők kikaptak. Persze, az eredményt. No, ennél viszont van rosszabb hír, legalábbis úgy tűnik, hogy az Európai Unióban is jelentős erők vannak, akik ugyanígy nem óhajtják elfogadni ennek a választásnak az eredményét, vagy hogyha egyértelműbben szeretnék fogalmazni, nem nagyon szeretnék elfogadni azt a tényt, hogy az Orbán Viktor vezette kormányzat, illetve a mögötte álló politikai erők harmadszor kapnak kétharmados felhatalmazást. És ebből az is következik, nem tudom mi következik, azt majd tőled fogom megkérdezni, de az látszik, hogy az európai politikában, az európai külpolitikánkban, hát az előttünk álló egy-két évben semmiképp, vagy legalábbis egy évben az új EP választásokig semmiképpen sem számíthatunk konszolidációra. Hát Európa az majd ilyen változó kép lett, tehát az világosan látszik, hogy itt valami forra.
Ami leginkább az talán az, hogy a következő európai parlamenti választáson Európában is újra fogják osztani a kártyákat. Amitől az európai elitek a legjobban félnek, hogy az emberek elmondhatják a véleményüket. Olvasom a különféle pártoknak, az európai pártoknak, a néppártnak is a választási stratégiáit, meg az előkészítő anyagait, inkább fogalmazzuk úgy, és azt látom, hogy mindenki megpróbálja megkerülni, így a forrókását kerülgetik, és azt próbálják leírni, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy ne a bevándorlás legyen az európai parlamenti választás fő témája. De az lesz. Az lesz, mert az embereket ez érdekli, és leginkább azért érdekli, mert őket ebben a kérdésben nem kérdezték meg. Viszont, hát, viszont napi szinten befolyásolja az életüket. Igen, és azt szerették egyszer elmondani a véleményüket, és ezért óhatatlanul meg fogják ezt tenni akkor, amikor eljön az európai parlamenti választás. Most ugye erre milyen reakció lehet? A legfőbb reakció, amit tesznek az európai elitek, azok, amihez hozzászoktak, hogy elhallgattatják azokat, akiknek más véleményük van. És azt mondják, hogy a bevándorlás kérdésében csak egyféle vélemény lehet, az a PC vélemény, a megengedő vélemény az, hogy a bevándorlás jó, hogy a bevándorlókon segíteni kell, hogy azokat be kell engedni. Ez az egyetlen egy vélemény, ami elfogadható. Minden mást azt villoggal kell ellátni, meg kell bélyegezni, tűrhetetlenné kell nyilvánítani, mert a végén még esetleg elkezdenek arra hallgatni az emberek. Hát ez történik, és akik esetleg ennek hangot adnak, azokat meg aztán végképp meg kell bélyegezni. Ezért van az, hogy Orbán Viktort is természetesen mindennek kikiáltják az európai szintén, főleg a liberális lapok és a liberális politikusok. Hát ez a céljuk, hogy lehetőleg ne jusson el Orbán Viktor véleménye az emberekhez. És az, hogy Orbán És ehhez képest mondjuk május 1-én a német emberek meg magyar zászlókkal, meg Danke Ungarn feliratokkal vonulnak végig az utcán. Csak hogy érezzük a különbséget, meg a szakadékot, a nyilvánosság, meg a nép gondolatvilágok. Többször jártam miniszterelnök úrral még a választási kampány első heteiben, január első heteiben külföldön, és azt kell, hogy mondjam, Németországban is, de másutt is azt tapasztaltam, hogy amikor mentünk az utcán, akkor odajöttek a német emberek, nem a magyarok, a kint élők, hanem a német emberek, és tudták, hogy mi az, amit mi képviselünk, miért képviseljük, és ebből látszik, hogy az embereket ez érdekli, és Orbán Viktort itt egy hiteles személyiségnek tartják, mert tényleg képes volt arra, hogy egyrészt megvédje az ország határait, bebizonyítsa, hogy van más alternatíva is, nem csak az, amit az európai liberális elit képvisel, hát ezért tartják veszélyesnek. És azt gondolom, hogy ez most meg fog jelenni, valóban a következő egy évben a politikának része lesz. Ráadásul most van mögöttünk egy erő, mert ahogy magad is mondtad, a magyar emberek harmadszor is egy nagyon erős felhatalmazást adtak a polgári kormánynak, a Fidesz-KDNP-nek és azáltal Orbán Viktornak is. És ezzel a felhatalmazással úgy kell élni, hogy el kell mondani, hogy Magyarország mit gondol Európáról. Mert nekünk azt nem szabad elfogadni, hogy csak rólunk mondhatnak véleményt. Hát mi is mondhatunk arról, hogy mi milyen Európát szeretnénk. Hát miért nem mondhatnánk? Ugyanúgy mondhatunk, mint ahogy mondhatnak a dánok, meg mondhatnak a hollandok, meg mondhatnak a franciák, a németek, a spanyolok, az olaszok, és még sorolhatnám. Mindenki elmondhatja a véleményét arról, hogy ő milyen Európát szeretne. És ezen vélemények együtteseként fog kialakulni a végső döntés egyébként Európáról. És ez a következő egy évben, amikor európai parlamenti választás van, szerintem különösen fontos. Ezért valóban ez a vita ez ott lesz, és hidd el, pontosan ugyanúgy fog zajlani, ahogy nálunk is zajlott. Mert ha belegondolsz, akkor az elmúlt egy évben minden voltunk, csak modern, európai, fehér embernek nem voltunk minősítve, minden másnak igen, de ez pontosan ugyanazért történt, mert idehaza ugyanazt a mérkőzést játszották, amit most a következő egy évben Európába fognak lejátszani. Még maradunk a külpolitikánál, pont ezért. Sargentini jelentés. Nem is a jelentés érdekel, ezerszer megbeszéltük már minden fórumon, de volt egy mondata nevezett képviselő asszonynak, aki azt mondta, hogy neki joga van kijelenteni, hogy Magyarország kormánya rossz, és ahhoz is joga van, hogy elősegítse, hogy Magyarországnak jobb kormánya legyen. Szereptévesztésben vagy van a képviselő asszony, vagy ezek a politikai körök tényleg ezt gondolják? Hát ott úgy gondolkodnak, hogy nem az emberek döntenek, hanem hogy nekik meg kell mondani, hogy szerintük mi a helyes döntés. Tehát látod, nem demokratikusok. Tehát igazából nem azok, mert csak azt a döntést fogadják el, ami nekik is tetszik. Ami nekik nem tetszik, azt nem fogadják el. Ezt úgy lehet lefordítani, hogy valaha a liberalizmus az arról szólt,
hogy azt képviselt, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Ma az európai liberálisok eljutottak odáig, hogy azt képviselik, hogy csak az ő véleményüket lehessen elmondani. Más véleményről szó sem lehet ebben a formában. Ez egy ilyen dolog. Megszűnt ebből a szempontból a európai értelemben véve a demokrácia, mert az már az európai elit egy jó részének a felfogása szerint nem a nép véleménye, hanem csak a népnek a helyes véleménye. De tovább megyek, mert egészen haladó európai gondolkodók. Első részben beszéltem is erről. Egy német zöldpárti képviselő épp a minap jelentette ki, hogy olyan, hogy német nép az nincsen. Tehát már nem csak arról van szó, hogy a nép csak a helyeset gondolhatja és mondhatja, hanem arról is, hogy nép mint olyan már nincs is. Azt nem mondtam, hogy mi van helyette, de hogy nép nincs, az fix, gondolják ők. A globalizmusnak egy logikus gondolkodása, mert az arról szól, hogy csak globális társadalom létezik. Uh-huh. Persze a globális társadalomban is emberek vannak, de ugye ahhoz, hogy a globális társadalom az elitek akarata érvényesülni tudjon, ahhoz előbb a nemzeteket kell megtagadni. Tehát nem a nép, meg az emberek tagadása zajlik első helyen, hanem elsősorban a nemzeti gondolkodásé, a nemzeti eszményeké, annak, hogy azért, hogy egyébként lehessen megkülönböztetni egymástól a magyar embert, a német embert, a magyar embert és az olasz embert, és esetleg bizonyos értékekben tudjunk másként is gondolkodni a világról, ami szerintem Európának az igazi erejét adta, a sokszínűsége. Ezt meg akarják változtatni, kohót akarnak belőle csinálni. Ezt meg én azt gondolom, nekünk nem kell elfogadni. Tehát ez egy ilyen egyszerű dolog, ellenkezőjét kell képviselni, és itt nem kell messzire kinyúlni, mert létezik olyan, egyébként globálisan is értelmezhető ideológia, ami szerintem nekünk támasztad. Mert szemben a liberális demokráciával ilyen a keresztény demokrácia. Mert a keresztény demokrácia az egyrészt elfogadja az alapvető keresztény értékeket, amin az Európai Unió is nyugszik, elfogadja a nemzeteket, sőt a nemzeti közösségeknek jelentőséget tulajdonít, különös jelentőséget tulajdonít a családnak, a férfi-női egyenjogúságnak, azoknak az értékeknek, amire Európát egyébként berendeztük. És azt gondolom, hogy éppen azért nekünk most bátran azt kell mondani, hogy igen, lehet, hogy ők egy liberális demokráciában gondolkodnak, mi keresztény demokráciában gondolkodunk. Keresztény demokraták vagyunk, és a keresztény demokrácia, amelyik egyébként létrehozta az Európai Uniót és az európai gondolatot, a keresztény demokrácia igenis jogosult arra, hogy egyébként tovább vigye az európai gondolatot, és nem abba az irányba, amerre a liberálisok szeretnék. És annyit tegyünk hozzá, hogy a mai liberálisok annak a liberalizmusnak a jegyében akarják a nemzetállamokat megtagadni és megszüntetni, amely liberalizmus valaha, mint a polgárság ideológiája, egyebek mellett azért jött létre, hogy a nemzetállamok lét kialakulhassanak. Pont. Pontosan egy perc van. Kicsit kevés időt hagytam a végén arra az egyszerű kérdésre, hogy a harmadik négy éves ciklusnak mi vagy mik lesznek a legfőbb prioritásai. Egy percbe foglald össze nekem. Hát ha egy percbe lehet összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a következő négy év legfontosabb prioritása az az lesz, hogy úgy építsünk egy sikeres Magyarországot, hogy az egyébként egy általunk elképzelt sikeres Európának is a része legyen, és elérjünk olyan fordulatokat, amelyek ma még elképzelhetetlennek tűnnek, például a demográfiában, a családtámogatásban, ezeket kell nekünk képviselni, mert elértünk már ilyen sikeres fordulatokat, mert ki gondolta volna, hogy egyébként például foglalkoztatás ügyben el lehet azt érni, hogy Magyarországon gyakorlatilag több mint 800 000 emberrel több dolgozzon, mint mondjuk 8 esztendővel ezelőtt. Ezeket tovább kell vinni, és új célokat is magunk elé kell kitűzni, mert a bérek emelkedése az továbbra is cél, a foglalkoztatás növelése a teljes foglalkoztatottságig továbbra is cél, a tartós gazdasági növekedés továbbra is cél, de a gyerekvállalás támogatása meg azért fontos, mert egy demográfiai fordulatot is el kell érnünk, és egyébként meg a nemzeti értékeket képviselnünk kell. Hát ezeket fogjuk magunk elé kitűzni célként. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket. Viszontlátásra.